csak arra figyeljünk, hogy ne legyen forró. Igen. Hogy csak addig olvasztunk fel, ameddig olvad a csokoládé. De Kriszta, mi is ez a temperálás? A csokoládé készítés lelke, ha úgy vesszük, lehűtjük magát a folyékony csokoládét a márványon vagy gránit lapon. Ez kevergetve hűtést jelent, ez maga a temperálás folyamata. És hány fokra hűtöd le? Az étcsokoládé esetében 30-32 fokra, ami most itt ez az étcsokoládé, tejcsokoládénál kevesebb 28-30, és a fehér csokoládé pedig 26-28, az a leghűvösebb. És mi a trükkje a töltésnek, mert hogyha csak úgy megzuttyintom, akkor ez nem biztos, hogy olyan jó. Célszerű úgy, hogy egyenletesen mindenhova jusson, akkor kevesebbet kell maszatolni, és gyorsabban lehet vele dolgozni. És utána? Ha megtöltöttük a formát, akkor utána jó alaposan megrázzuk. Miért? Hogy a buborékok kijöjjenek, és hogy a termék felületünk szép legyen. Kiráztuk a buborékokat, akkor kiöntjük a felesleges csokoládét a formából. És ennek mi a technikája, hogy nem minden jöjjön ki, és meddig csöpögtessük? Itt automatikusan annyi jön ki belőle, amennyit ő úgy gondol, hogy a falára rátapadta a csokoládénknak, a bombonnak a burka, a többi kifolyik magától, ezt kicsöpögtetjük, megvárjuk, hogy megdermedjen a csokoládé, és akkor gyönyörű szépen le lehet vágni a bombonunknak a felületét. Így néz ki már a kész bombonnak a burka. Ez egy ganás krém, ami fehér csokiból és tejszínből készül, és citromos epres ízesítéssel töltöttem most. Akkor ezt fogod fedni, igen. Ugyanilyen temperált csokoládéval. Pontosan. De már van nekem előkészített, talpazott csokoládém, úgyhogy én most ezt ki is borítom, és elvileg elkészült maga a bombonunk. Ennyi az egész. Ennyi az egész, mondja Krisz, tehát kedves háziasszonyok, lehet próbálkozni. Nagyon finom.